Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 17-ére. A mai napon a mi álmaink, vágyaink, elképzeléseink állnak a középpontban, hiszen a mai napon van egy Lilith energia, és Lilith pontosan ezt szimbolizálja. De van két lehetőség. Amikor egy álom megvalósul, mert hiszünk benne, vagy egy olyan nap, amikor úgy hat ki ránk, hogy az álom ugyan megvan, de bizonytalanok vagyunk, feladjuk, nem hiszünk ebben, és 17-én pontosan így érezzük magunkat. Az is lehet, hogy mások befolyásolnak bennünket, és azt mondják, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgy sem lesz semmi. Nem csak ez a Lilith energia hat, hanem Neptun bolygó is, hiszen Neptun bolygó kapcsolatban van a Holddal, Neptun bolygó kapcsolatban van a nappal is. A Hold és Neptun bolygó között van egy harmonikus kapcsolat, és a Hold hasonló, mint Neptun bolygó, mindkettőnél az álmokról, a vágyakról, az elképzelésekről van szó. Neptun bolygó és a Hold az indiai asztrológia szerint, eszerint a számítás szerint a levegő elemében van. Ezek gondolatok, fantáziák vagy tervek, de nehéz megvalósítani, hiszen hat a Lilith energia, azon kívül 17-én nincs tűzelem a napi horoszkópban, ha én a személyes bolygókat tekintem Szaturnusz bolygóig. Tehát hiányzik a bátorság vagy a lelkesedés, hogy ezt a tervet megvalósítjuk. Mars bolygó utal a férfiakra. Egy jegyben van a Holddal, mégpedig az ikrek jegyében az indiai számítás szerint. És Neptun bolygó az a vízöntő jegyében. Mindkettő a levegő eleméhez tartozik. Tehát Neptun bolygó, ami szimbolizálja ezeket az álmokat, jól hat ki a Holdra, ezt érzik a férfiak. Ők biztosabbak a dolgaikban. Viszont, ami a napot és Vénusz bolygót illet, itt van egy olyan kapcsolat, illetve távolság, amit mi kvinkunksz aspektusnak nevezünk, ami bizonytalanságokat vált ki nálunk, különösen nálunk, hölgyeknél. Azon kívül a Neptun bolygó kapcsolata a nappal az különböző. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. A szűz jegyében, a föld elemében reális dolgokról van szó. Viszont Neptun bolygó az átláthatatlan, olyan, minthogyha egy fátyol venné körül, és itt nem a reális dolgokról van szó, hanem az álmokról van szó. És oda kellene figyelni ezekre az álmokra, mint ahogy a képen is látható. Tulajdonképpen a háttérben van két kastély. Ott bal oldalon az jól látható. Ez lehet egy álom, egy cél, amit szeretnénk elérni. Ha hiszünk ebben, akkor ez láthatóvá lesz, megvalósul. Jobb oldalon a háttérben van egy másik kastély, ott olyan beborult, átláthatatlan valami, és pontosan ez jelenti ezeket a bizonytalanságokat. Valahol ott a háttérben ott van, de mégsem látható tisztán. És mivel így érezzük, akkor feladjuk ezeket a terveket. És benne vagyunk ebben a labirintusban. Mi döntünk, hogy melyik irányba tekintünk?
figyeljük a reális dolgokat, feladjuk az álmainkat, vagy hiszünk egy álomba akkor is, ha csak a fantáziában látható, és még nincsenek reális dolgok, de mégis érezzük, hogy előre visz ez bennünket, ez sikerül, elérjük ezt a kastélyt, ami szimbolizálja a céljainkat, a terveinket, az álmainkat, az elképzeléseinket. A mai napon még mindig kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, ez egy finom energia mező. Mindez a maja naptárból van, ők számították ezt ki. Ez egy nagyon precíz naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ebben a naptárban van 20 hullám, ezek rezgések. És egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. És a 13-as szám a majáknál egy olyan misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét hoz. Ha érdekel ez a maja naptár, akkor naponta olvashatsz erről a Facebook oldalamon. 17-én a kék kéz uralkodik, ami utal a kézre, tehát vegyük kezünkbe a dolgokat, és a kék szín az jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Most mutatok egy másik képet. Ajurvéda az jelenti az életnek a tudását, ezt a bölcsességet, én úgy mondanám az élet művészetet. Ez szerint van három irány, illetve három energia mező. Mivel a mai napon, a mai horoszkópban a tűz elemében nincs bolygó. A föld elemében van a nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó. A levegő elemében van a hold és Mars, és a víz elemében van Jupiter bolygó. A föld eleme és a víz eleme utal a kafa dósára, erre a kafa energia mezőre, ami jelenti a biztonság érzetét. Jelentheti a visszahúzódást, a belső nyugalmat, hogy itt kialakulhat valami, lesz egy struktúr, és a levegő eleme az utal a vata dósára, ami jelenti a mozgást. Ebben a kafa dósában van a föld eleme és a víz eleme, tehát a nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó, Szaturnusz bolygó és Jupiter bolygó. És mivel a hold és Mars az ikrek jegyében, tehát a levegő elemében van, ez erősíti a vata dósát, ami jelenti a mozgást. Itt most javult a helyzet, mert megvan a könnyűség, lesz mozgás, előre mennek az események, energiailag itt kiegyensúlyozódik most valami, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a mai napon Lilith energia van, ehhez jön még a Neptun kapcsolata a holddal és a nappal, és ez kiváltja nálunk az álmokat, a vágyakat, a reményeket, ha megvan a belső hit, és hiszünk ebben, nem adjuk fel, akkor a célok elérhetőek. Mint ahogy a képen látható, akkor kitérünk ebből a labirintusból, és elérjük azt a kastélyt ott bal oldalon, ami láthatóvá lesz számunkra. A másik irány, amikor nem hiszünk ebben, feladjuk a terveinket, bizonytalanságok vannak nálunk, az lenne az a másik irány ott jobb oldalon. Lehet, hogy az is elérhető, de tovább tart, és nehezebb kijutni ebből a labirintusból.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!